A zágrábi és a kalocsai Szent István hárma után most egy osztrák mester munkája látható a budavári palotában. Mária Terézia királynő megrendelésére több berekésorozat is készült az 1750-es években. A császárnő a brünni születésű, Bécsben működő József Mózer ötvös mestert kérte fel, hogy készítse el három árpádházi szent, Szent László, Szent Imre és Szent István államalapító hermáját. Ezek az erekjetartók mind két részből álltak, egy rokokó stílusú talapzatból, egy díszes talapzatból, amely erekjetokot is magába foglalt, és bizony ebben az erekjetokban erekje, tehát csont, darabka is szerepelt, és egy felső részből, egy mellrészből, egy büstből. Amit itt láthatunk a kiállításban, a Szent István király, tehát államalapító királyunknak az erekjetartója. A műalkotás talapzata aranyozott sárga részből készült. Itt helyezkedik el az erekjetok Szent István csontjának egy darabjával. Alatta pedig egy felirat látható. Sanctus Stefan Rex Hungariae, azaz Szent István a magyarok királya. Emellett az erekjetartó hátoldalán hitelesítő pecsét is található. Az ezüstözött bronz büszt, azaz mellszobor az államalapítót idős bölcsemberként a barokk stílus jegyeivel ábrázolja. Az erekjetartó története rendkívül kalandos. Elkészülése után sokáig a Schatzkammer, a bécsi császári kincstár adott neki otthont. Az első világháború és az osztrák-magyar monarchia felbomlását követő hosszú tárgyalások után kerülhetett csak ismét Magyarországra. Ekkor derült ki, hogy a műtárgynak a mell része az bizony nem az eredeti, hanem egy 19. század végén készült másolat. És hát a szerencsés véletlennek köszönhetően aztán később az eredeti mell rész is felbukkant a műtárgy kereskedelemben, és 2012-ben ezt meg tudta vásárolni a Magyar Nemzeti Múzeum, tehát ott a múzeumban az eredeti büszt látható az állandó kiállítás keretében. Tehát a csonterekét is tartalmazó eredeti talapzat a 19. században készült mellszobor másolattal érkezett meg. Máig nem tisztázott, hogy az eredeti mellszobrot mikor és hogyan cserélték ki a kiállított másolatra. De az itt látható erekjetartó nem az első herma, amit láthat a közönség. Itt ebben a kiállításban pedig ez a harmadik erekjetartó mellszobor. A Szent István terem, a Budavári Palota csodája című kiállításunk megnyitásakor egy 17. századi zágrábi erekjetartó mellszobor várta itt a látogatókat. Később ezt váltotta egy a millennium korából származó, tehát 19. század végi alkotás, és most pedig harmadikként ez a mellszobor csodálható meg. Az erekjetartó mindegyik változata központi szerepet játszik a kiállításban, ugyanis ezzel a műtárgyal idézik meg magát Szent Istvánt. A Nemzeti Hausmann program keretében a Várkapitányság NZRT munkatársai számos tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. Információink szerint a helyreállított Szent István termet már közel 70 000-en látták.